próbálom alkalmazni őket, amennyire tudom. Na. A karkoló helyet már nagyon jól tudok bevonzani. Azt köszönöm neked, hogy nálam is működik. Az működik. Igen. 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 Szád ízét, vagy a saját szíved örömét kell megtalálnod ebben az életedben. Hú, végráz a hideg egyébként, ez annyira igaz. A megérzéseim, hogy nagyon, én azt hiszem, hogy nagyon fejlettek. Tehát néha már ijesztő, tehát a barátaim néha már megijednek. Tehát, mondj egy példát. Az ajtóba én azt mondtam neki, hogy szerintem már találkoztunk. Komolyan, amikor bejöttünk. És ráadásul együtt jöttetek be, igen. Tehát egyszerre értetek ide. Igen. Ó, most így kirázott a hideg, azért az túlra. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Zimány Linda modell, ügyvédbojtár, ritkán mesél arról, milyen lelki úton jár. Pedig Linda életében a szép külsőn túl igen komoly szerepet játszik a lélekfejlődés, az önismeret és a spiritualitás. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám, Lindám. Köszönöm a meghívást. Jól vagy? Jól, igen, köszönöm. Na jó, van, örülök. Képzeld el, hogy szoktam nézni, nyilván követlek a közösségi média felületeken, és szoktam nézni, hogy mindig vannak idézetek az oldaladon, amiket kiteszel. És azok már nekem kifejezetten arra utalnak, hogy te azért gondolkodsz azon, meg azért az életed része lehet ez, hogy honnan jövünk, hova tartunk, hogyan tegyük le a terheinket, hogyan engedjük el, ha valaki bánt minket, most mondtam valami ilyesmi. Igen. Jól érzem én ezt? Abszolút, abszolút jól érzed. Pont elkezdtem járni egy ilyen 2 éve egy nagyon kedves pszichológushoz, és személyiségfejlődés miatt egyébként, szerintem tök fontosnak tartom egyébként. Igen, csak sokan szégyellik, nem értem. Igen, azt gondolom, hogy a mai világban ez teljesen, teljesen normális, és hihetetlen, hogy az elmúlt 2 év alatt, hogy milyen dolgokat hoz elő belőlem egyébként, az, hogy mennyi elfojtás van az emberben a társadalmi elvárások miatt, a megfelelési kényszer miatt, főleg, hogy még belegondolni is komoly, hogy azért 14 éves korom óta, most vagyok 33, a nyilvánosság előtt nőttem fel. Igen. És nyilván az ember azt mondja, hogy jó, legyinteni kell a kritikákra, pozitív vagy negatív, de mind a kettő befolyásolja az ember életét, mert azért csak meghallod és ott van a háttérben, de lehet, hogy nem veszed ezt észre magadon, csak aztán, amikor bejön az a kor, mondjuk 30 éves, és azt érzed, hogy hú, valamiben megakadtam így a saját személyiségfejlődésemben például, és mondjuk igényed van arra, hogy ezen túllépj és segíts ezzel, akkor ezek elő tudnak jönni, és pontosan az idézetekre visszatérve, hogy most például ezen dolgozunk, hogy ezeket a dolgokat próbálja meg nem meghallani. Tinédzser korban az ember extrovertáltabban éri az életét általában, és egyik, hogy jobban, könnyebben is jönnek ugye az ítéletek, holott lehet, hogy egy 20 éves nem pontosan van tisztában azzal, hogy most éppen mit csinál, vagy merre megy az életében. Hát persze. Plusz jól érzi magát, és, de nem is törődik annyira azt gondolom a kritikákkal, mert egy kicsit úgy jobban magának él. Az extrovertáltságban viszont, ahogy eltelik az idő, és én is azt érzem magamon, ahogy telik és idősödöm én is, és kezdek nővé válni, hogy az extrovertáltság introvertáltságba megy át, és más dolgok lesznek fontosak az életben, ami teljesen normális, viszont nem biztos, hogy olyan szinten elfogadod már a kritikát olyan emberektől, akik nem tartoznak hozzá az életedhez, ami azt gondolom, hogy egy teljesen normális dolog, hiszen már tisztában vagy önmagaddal, és te fejlődsz
fejlődtél egy bizonyos szinten a személyiségedben, de azt egy idegen ember nyilván nem tudja. Persze, és csak villanásokat lát. Így van, és ez nagyon, nagyon nehéz helyre tenni egyébként. Látszólag nem tűnik nagy problémának, de lelkileg ez okozhat. És például ezek az idézetek is mindig arról szólnak, hogyha megtetszik valami az Instagramon egy idézet, és mondjuk megszólít engem, vagy csak úgy általánosságban egy ilyen társadalmi problémát hoz fel, akkor azt én szeretem kitenni. És hát bízom benne, hogy azért, mert sokszor angolul vannak ezek, és néha azt is megkapom a social felületeken, hogy miért nem írok magyarul, hiszen az az anyanyelvem, de hát egy nemzetközi fórumról beszélünk, és hát kevesen beszélnek rajtunk kívül magyart, úgyhogy, de remélem, hogy eljut azokhoz, akik erre kíváncsiak ettől függetlenül. Figyeled úgy az életedet, hogy észreveszed a sorsszerűségeket? Hiszel abban, hogy a sors valamennyire beleszólhat, vagy irányíthat bennünket? Abszolút, abszolút hiszek az ilyen jellegű dolgokban, és a sorsban is, viszont azt gondolom, hogy én irányítom. Uh-huh. Szóval, hogy nálam, tőlem nem áll távol mondjuk a látóhoz járás adott esetben és ilyen jellegű dolgok, mert azt gondolom, hogy ha jó valaki, akkor tud egy útmutatást adni, de például azt is úgy beteszem a fiókba, idézőjelbe, és akkor maximum utólag jövök rá, hogy jó, mint erről beszélt volna. Szóval, hogy próbálom elfüggetleníteni a gondolataimat ettől, hogy a saját akaratom érvényesüljön, tehát ezt így tudatosan szoktam követni, de abszolút hiszek a sorsszerű dolgokban, de abban is, hogy tényleg, hogy lehet rajta változtatni, szóval, hogy nem szabad beleülni szituációkba, ami nekünk nem tetszik. Neked volt olyan pillanat, amikor akár már abban a pillanatban, vagy ha csak egy kicsit később, de észrevetted, felismerted, hogy na ez ilyen pillanat volt az életemben? Volt, abszolút. Mi volt ilyen? Igen. Inkább a változtatás terén párkapcsolatilag voltak olyan dolgok, amire azt mondták, hogy mondjuk jó végkifejletet láttak, de mivel én nem úgy éreztem ezt a dolgot, ezért én megfordítottam a sorsomat egy másik irányba azt illetően, és azt gondolom, hogy az is sorsszerű dolog volt, hogy nekem ott meg kellett fordítanom a sorsomat. Hogyne. Szóval, hogy voltak ilyen jellegű dolgok. És abban hiszel, hogy vannak olyan találkozások, ha már épp a párkapcsolatot említed, aminek meg kell történnie, vagy hogy szorosabb lélektársi kapcsolat létezhet két ember között? Legfőképpen egyébként én jelenleg mondjuk ilyen barátságokban látom azt, hogy ki az, aki úgy van az életemben, hogy mondjuk egy ikerlánként gyakorlatilag, és mind a kettőnknek van mit tanulni a másiktól, és ez nagyon érdekes. Elég impulzív személyiség vagyok én is, és nehezen megy ez így balanszba a barátok között, de olyan emberek vesznek most körül, és el kell tenni ez 33 évnek az életembe, hogy ez így letisztuljon, akik abszolút most szerintem érzelmi intelligencia és személyiségfejlődésben ugyanazon az érdeklődési szinten vannak, mint én, és azt hiszem, hogy itt dől el a sorsszerűség, hogy kikerül melléd, és vannak olyan voltak olyan barátaim, aki jó, most ne azokról beszéljünk, aki mondjuk kihasznált, vagy átvert, vagy stb., mert ez mindenkivel előfordul az életben, de vannak, akik például mai napig kedvelek, csak egyszerűen másfelé fejlődött az életünk, más irányba, és mondjuk nem tudtunk ott maradni egymás mellett. Az például szerintem nem volt egy olyan sorsszerű kapcsolat, de lehet, hogy abban az időben kellett tanulnunk valamit egymástól. És képzeld el, hogy nem csak ráigaz ez, hanem arra is, aki bánt. Mert hogy azt mondják, hogy az, aki bánt téged, vagy aki a legnagyobb fájdalmat okozza, vagy akiben a legnagyobb a csalódod, az is megvan írva, az is feladat, az volt a feladat, hogy megtanuld ezt az érzést. Mert hát egymásnak nem tudunk mindig csak jót okozni. Igen. Kellenek az olyan tapasztalások is, amik által empatikussá válunk aztán, és így fejlődik a lélek szépen fokozatosan. Milyen kapcsolat fűz a szüleidhez? Akár hozol-e otthonról hit tekintetében valamilyen alapot tőlük? Nagyon jó a kapcsolatom a szüleimmel, mondjuk anyukámmal vagyok inkább közeli kapcsolatban, apa ilyen csendesebb általában, de bele is nagyon jó a kapcsolatom, de igen, de anya az, aki naponta négyszer fel tud hívni, hogyha valami van, szóval vele ilyen állandó kapcsolatban vagyunk. A hit szempontjából hát nyilvánvalóan a nagyszülők voltak inkább a anyukám részéről, ugye a nagyi az mindig templomba járt, stb., és amikor kicsi voltam, az mindig vitt magával. Nekem ez kicsit átfordult most már magamban ilyen belső hitté, szóval nem járok, nem tudom, minden vasárnap templomba, de ettől függetlenül hiszek, mert azt gondolom, hogy mindenkinek kell hinni valamiben, hogy ez egy abszolút jó dolog.
és tök négy, hogy most ezt mire vetítjük le, de mindenképpen, úgyhogy megvannak az ilyen jellegű alapok abszolút az életemben, és abszolút hiszek a lélekvándorlásban. Igen. Igen, meg a többször életben. Nekem egyébként azt szokták mondani, hogy öreg lélek vagyok. Néha ezt érzem is egyébként. Hmm. Tehát, hogy nem csak abból adódóan, hogy nyilván egy olyan életet éltem, hogy sok mindent megtapasztalhattam rövid időn belül, és még mindig azt gondolom, hogy fiatal vagyok ahhoz, hogy ezeket így feldolgoztam, és egy jó dolog lett belőle, hanem azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog számomra az, hogy valahogy így az emberismeretem, a megérzéseim, hogy nagyon, én azt hiszem, hogy nagyon fejlettek. Tehát néha már ijesztő, tehát nem, a barátaim néha már megijednek. Mondj tehát, egy példát. Tehát nem tudom, ilyen apróságok, hogy most ha fizikai síkba ültetjük le, hogy beszállunk egy liftbe, és akkor így van egy ilyen érzésem, hogy fél meg fog állni a lift, és akkor megáll a lift. Tehát, hogy ez most csak egy ilyen fizikai dolog, de hogy az emberekkel kapcsolatos megérzéseim is elég jók általában. Tehát, hogy mindig belövöm 99%-ra, hogy mi fog kivel történni, vagy hogyan. Mélyponton, mert gondolom, hogy volt az életedben azért mélypont, nem is egy, mert mindenkinek van. Igen. Ott éreztél segítséget? Éreztél olyan erőt magad körül, vagy akár magadban? Vagy annyira mélyen van az ember, hogy meg se érzi. Én alapjáraton elég pozitív vagyok olyan szempontból, hogyha mély pont is van, akkor próbálom én magam kirángatni belőle. És akkor itt jön amit ugye azért az ember jó, ha tanul is az élete során is fejleszt, hogy az önmagadban lévő balansznak a helyreállítása, hogy te vagy a saját magad középpontja, és nem biztos, hogy kívülről kell várni a segítséget. Igen. És ez nagyon nehéz, mert mindig egyszerűbb kívülről, és én is a mai napig beleesem ebbe a hibába, de próbálok arra odafigyelni, hogy mit sugárzok magamból kifelé. Szóval, hogy vannak ilyen apróságok, hogy ha mondjuk olyan emberrel találkozom, aki tudom, hogy mondjuk nem éppen jó indulatú velem, akkor vannak ezek a meglévő technikák, hogy akkor elképzelem, hogy egy ilyen buborékban vagyok, amit én feltöltök szeretet energiával, és mivel az egy erősebb, pozitívabb energia, mint az övé, ezért ő nem tudott behatolni, és szerintem az embernek ettől már lesz egy olyan attitűdje, amitől a másik elijed, hogyha esetleg úgymond gonoszabb szándékkal van felé. Szóval, hogy vannak ilyen apró praktikáim egyébként. Honnan vannak ezek? Tök jó. Sokat olvasok, van egy nagyon kedves barátnőm, aki például angyalterápiázik, és én sokat próbáltam meditálni, de mivel kos vagyok, ezért egy tűzérnek ez. Igen. Elég nehéz, hogy kikapcsoljon az agya, és akkor például kipróbáltam az ő meditációját, ami gyakorlatilag abban segített a koncentrációban, hogy ott ugye az arról szól, hogy ott el kell képzelni mondjuk ilyen angyalokat, hogy mindenek megvan a védelem, meg a tisztítás, meg a stb. És akkor az engem úgy ráfókuszált arra, hogy milyen szín, és akkor milyen burok, és igazából ez egy meditáció, ami szerintem nagyon-nagyon sokat segít, de például azt már el tudtam vinni olyan szintre, hogyha mondjuk van egy rosszabb napom, akkor félállok az autóval, és egy 2 perc alatt így lenyugtatom magam ezzel. Úgyhogy az ember azért próbál, sokat olvasok ilyen dolgok után, mert nagyon érdekel, és próbálom alkalmazni őket, amennyire tudom. Na, a karkoló helyet már nagyon jól tudok bevonzani. Azt köszönöm neked, hogy nálam is működik. Az működik. Igen, igen. Igen. Amiről helyes, mert hogy apróság, egy triviális dolog, de mondjuk így kezdi el az ember, nem? Így van. Hogy ezt kiterjeszt, és a nagy dolgokat is bevonzd, vagy megteremt a saját életet. Individuális emberek vagyunk, és azt gondolom, hogy olyan energiákkal rendelkezünk, amiről nem is tudunk. Még valamit hadd kérdezzek tőled. A testedre vagyok kíváncsi. De nem így. Sokan kíváncsiak a testedre. De szép megfogalmazás. No, várjál, mondom más, hogy te elégedett vagy magaddal? Szereted ezt a testet? Szereted Zimány Lindát, amiben beleszülettél? Abszolút, abszolút szeretem, igen, igen. Azt gondolom, hogy nyilván megvannak a hibáim, de próbálom nem hangsúlyozni, mert akkor lehet, hogy ezt más nem is veszi észre, csak szerintem mi nők senki vagyunk. Senki nem lát benned hibát, csak mondom, de jó. Mi vagyunk nők magunkkal annyira kritikusak, bár azt gondolom, hogy ez egyébként szerintem nem probléma, meg beállítottság kérdése. Nyilván, mivel a nyilvánosság előtt nőttem fel, ezért nekem fontos a külső, és egy ilyen típusú lány is vagyok, tehát biztos, hogy mindig adni fogok magamra, persze. És majd amikor szülök is szeretnék formába lenni, és majd biztos, hogy mindenki ezért utálni fog, hogy miért ez a legfontosabb, nem az lesz a legfontosabb, de az életem fontos része lesz. Sőt, majd ha hirtelen lefogysz utána, de ki leszek, tényleg, és sokan mások is. Úgyhogy én ilyen típusú vagyok, nyilván persze akkor az lesz majd a prioritás, hogy a gyerek, igen. Tehát az egy dolog, de azt gondolom,
gondolom, hogy amellett, ha az ember azért meg fel tudja ejteni a fontossági sorrendet az életében, de aztán meglátjuk, mert lehet, hogy tök szét leszek esve, és munka, férj, család, stb. És akkor nem, megpróbálok tényleg ilyen szuper anya lenni. Mert könyörögve kérlek, hogy posztolj magadról szétesett arcú képet, jó. Amikor éppen meg vagy hízva, és nem tudom, óriás kavikáid van, csak egyet. Én pont mondtam, hogy ha terhes leszek, és ott fog ülni bevizesedve teljesen, de utolsó nap, és ha valaki oda merik kommentálni a képem alá, hogy most vagy a legszebb életem, azt tudja, hogy letörlöm az Instagramról. Ezt megjegyeztem, majd jövök, csak mondom. Linda és Gyurkó Katalin védikus asztrológus most találkoztak először, legalábbis ebben a fizikai életben. Na, Katikám, tiéd a teret. Igen, a védikus asztrológiában vagyunk, és üdvözöllek a Skorpió klubban. Ó. Mert ebben a védikus asztrológiában, ebben a rendszerben nagyon erősen Skorpió vagy. És a Skorpió, ahogy azt szoktam mondani, meg tanítani, és amikor tanítok, ez mindig a belső útról szól. Na tessék, igen. A belső út, pont erről beszéltünk. Igen, és hát érdeklődve láttam, hogy a holdad, ami lehetne a 360 fokos kör bármelyik pontján, ott van, ahol az enyém. Tényleg? És ez számomra azt jelenti, hogy egyrészt lehettek olyan nagyon régi életeink, amiben már találkoztunk. De és hogy ez régi. És úgy az ajtóban én azt mondtam neki, hogy szerintem már találkoztunk. Komolyan, amikor bejöttünk. És ráadásul együtt jöttetek be, de egyszerre értetek ide. Igen. Most így kirázott a hideg azért a túlra. És hogy ez a Skorpió hold nagyon sok tehetséget hordoz, művészetekkel, zenével kapcsolatban, tehát biztos, hogy lehetett hozzá. Igen, van ilyen zenei véna, abszolút. Biztos, hogy van, és a zene téged pihentet, kikapcsolt, tehát nagyon fontos lehet az életedben, akkor is, hogyha nem egy zenei pályát választottál. Igen, 13 évig tanultam egyébként zongorázni, zenesuliba jártam, és szoktam otthon leülni, és akkor így megnyugtatni magam, egy kicsit zongorázni. Az nagyon jó, és szerintem nagyon sokat segít neked, mert a Skorpió mindig egy olyan út, ami nagyon sok tehetséget ad, de nagyon sok belső munkát is, és van, aki előbb, van, aki később jut el ehhez. És aki ezzel nem igazán szeretne foglalkozni, vagy később jut el hozzá, annak nagyon sok belső munkát, gyötrődést, bűntudatot, önmarcangolást is tud hozni, mert a Skorpió holdad mellett azért van ott még két másik bolygó, ami azt jelzi nekem, hogy nem úszod meg ezt a feladatot. Uh-huh. De nem is akarom. Nem is akarom, mert ugye pont beszéltük, hogy elkezdtem személyiségfejlődésbe átmenni, igen, ugye, pszichológus segítségével, de hogy ez mégis egy önfelismerési folyamat és így fejlődés. Így van. Ez nem feltétlenül egy spirituális út, hanem egy kötelezettség avval kapcsolatban, hogy az ember az önismeretével foglalkozzon. Jobban megismeri azt, hogy mi minden dolgozik benne, miket hozott magával. Igen. Az abszolút így van. Abszolút, tehát most konkrétan ezen az úton van rajta. Csodálatos. Akkor már jó úton van. Én csak ezt mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy ő most jó úton van, de a csillagok szerint is ezek szerint. Az a lényeg, hogy az útra rálépjen az ember, mert aztán ez egy soha véget nem érő folyamat. Történet. Igen. Sajnos. A holcsomó pontok mutatják a védikus asztrológiában azt, hogy milyen jellegű életekből jössz, vagy milyen képességeket hozol magaddal, amiben vagy már nagyon jó, és mi az a fejlődési irány, amifelé pedig el kell indulnod. Tehát az, mint egy mágnes húz téged abba az irányba. Olyan életekből jössz, amikor nagyon sok külsőségben volt részed. Tehát megtanultál bánni avval, hogy hogyan dekoráld magadat, például hogyan öltöz, vagy hogyan szerepelj, vagy hogy hogyan élj együtt párkapcsolatban. Tehát minden ilyesmi. Úgy tudnám ezt lefordítani az asztrológiából, hogy mérleg jellegű életekből jössz, tehát a külső világgal való egyensúlyodat már sokszor tanultad. Igen. Van benne még tanulnivaló, de hogy hoztál magaddal ilyen jó képességeket, tehát ez a külsődön mindenféleképpen látszik. Uh-huh. És amifelé pedig el kell indulnod, a fejlődési irány az az önállóság. Tehát, hogy az önállóságodat, a saját önkifejezésedet, a kezdeményezéseidet, a vállalkozó szellemedet, ezt miben és hogyan tudod megélni. Tehát nem azt támogatja a horoszkópot, hogy valakire
valakire támaszkodva, valakinek a segítségével juss el valahova, bár megkapod a segítséget, mert nagyon sok pártfogó látszik a horoszkópodban. Ez néha férfi, ez lehet barát, ez lehetnek angyalok, tehát sokféle segítség benne van a képletedben. De mindenféleképpen a saját szád ízét, vagy a saját szíved örömét kell megtalálnod ebben az életedben. Hú, végráz a hideg egyébként, ez annyira igaz. De a teljes önfejlődési folyamatomra egyébként. Abszolút, ez nagyon... Nagyon sok önállóságot kaptál abban a tekintetben, hogy egy nagyon, nagyon szabad lélek vagy. Tehát nagyon nem tűröd, nagyon nehezen viseled a korlátozást, igen, vagy a buta korlátozást. Igen. Tehát azt a korlátozást, ami lenyesegeti a te szárnyaidat. Ez azt is jelenti, hogy csak olyan kapcsolatokban, barátságokban, együttműködésekben tudod elképzelni magadat, amiben elég szabadságot kapsz. Nem, igen, telepednek rád. Ez is teljesen igaz. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy neked mind a két szülőd az volt előző életeidben a gyereked, ó, és volt a párod. Tényleg. Tehát mind a két reláció, mind a két szülőddel fennáll a horoszkópod alapján, és hát ezt úgy tudnám neked lefordítani, hogy akkor, amikor párt választasz, akkor sokszor olyan párt választasz, aki volt már neked a gyereked. Nem egy felnőtt-felnőtt relációban működsz együtt a pároddal, hanem úgy érzed, mintha a gyereked lenne, és azért neked tartozásod van vele kapcsolatban. Meg kell ki felállni, és igen, ez teljesen igaz az eddigi párkapcsolataimra. És ez az, amin szintén dolgozom most, és erre mondtam neked, hogy azért jön be most nehezen, mert elkezdtem kinyílni abba az irányba a személyiségfejlődésemmel, hogy kiálljak magamért, és ne adjam alá magam, hogy jó, persze, így jó lesz, hogy neked jó, drágám, és stb. Drágám, hanem igenis oda kell állni, és azt mondja, nem, ez így nekem nem jó, nekem az a véleményem, stb. De ez nekem nagyon nehezen ment ez a kezdet is, hogy ebben nyissak. Le tudja ezt dolgozni? Igen, de hát tudod, amit a tudattalanodban hozol, sémákat, sablonokat, azt valahol mélyen kell gyógyítani. Tehát ezt nem elég akarni, hogy én innentől kezdve másképp csinálom, hanem érdemes olyan terápiába belemenni, ha pszichológussal dolgozol együtt, és benne bízol, akkor vele. Ha engem kérdeznél, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ennek a legdirektebb segítsége egy családállítás. Jó szívvel ajánlom. Volt nekem. Igen, kiderült olyan dolog, ami úgy rejtve volt. Tehát valamire rávilágosodtál, igen, rátudatosodtál, igen, és ez fontos, igen, akkor ez már gyógyul. Igen, az abszolút gyógyul, úgyhogy szerintem lassan lesz erre majd egy következő, mert pont említette, tegnap voltam nála, hogy érik már a következő ezzel kapcsolatban. Jó, és akkor mi a helyzet? Megnézzük, hogy most mi várható körülbelül ezzel kapcsolatban. Vagy még azt kérdezzük meg először, hogy mennyi idő, amíg így kiforsz, mert lehet, hogy erről is van szó a csillagokban. Hát ha látszik, akkor igen, az arra kíváncsi lennék, hogy... De egy skorpió holdunk van, és a skorpió részen most egy nagyon fontos segítő hatás vonul végig. Ez 2018. október közepétől 2019. november elejéig, és ő a Jupiter. A Jupiter, ő a guru, ő a mentor, vagy a mester. Tehát ez azt jelenti, hogy az életedben megérkezhet egy olyan személy, akitől tudsz valamit tanulni az önismeretedben, ami segíti a fejlődésedet, és segíti ezt a szerintem nem könnyű témát, amiről beszélgettünk az elébb, ezt gyógyítani, kicsomagolni. Ugyanakkor a Jupiter a védikus asztrológiában mindig a férfi energia a nő életében. Tehát ez hozhat neked ebben az időszakban egy fontos, ilyen jellegű tapasztalatot. Bár nekem az az érzésem, hogy egy meghatározó, erős párkapcsolat az 2020 télvége, kora tavasza, e körül érkezik meg. Ami lehet egy hosszú távú fontos kapcsolat az életedben. Olyan, mintha most kellene azért megdolgoznod, hogy akkor egy megfelelően kidolgozott Linda lélek álljon be egy párkapcsolatban. És be van az a megfelelő ember. De hogy ezzel tisztában van. Igen, erről beszéltünk gyakorlatilag. Igen. Jó, akkor 2020 vége. Január vége. 2020 január vége. Január vége, hát akkor ez már pikpak. Pikpak, igen. Nem egy nyár. Igen. Hát ez csodálatos. Van még olyan kérdés, ami felmerül benned, amire még szívesen rákérdeznél?
Igazából most nagyon sok mindenben megvilágosodtam egyébként, tehát ez most egy nagyon jó, tehát ez is sorsszerű volt, hogy nekem jönnöm igen. kellett, mert dolgozom ezen a témán, ugye most már tavaly óta a pszichológussal, viszont most nagyon sok mindent értelmet nyert nekem egyébként, tehát nagyon köszönöm, ahogy mik lehetnek azok a hozott dolgok, ami még dolgozni kell, és szerintem ez nekem nagyon sokat fog most segíteni ebben a fejlődésben, mert végigrázott a hideg, tehát hihetetlen, hogy és abban talán akkor ezért vagyok szerencsés, hogy amit szintén mondtam, hogy ugye meséltük, hogy öreg léleknek érzem én magam, és talán ezért van az, hogy egy picit, ha nem is ilyen mélységekben látva bele, de megérzem ezeket a dolgokat, uh-huh. és valahogy érzem azt az utat, hogy min kell végigmennem, amit neked is elmondtam, és hogy most mi történik. Tehát, hogy abszolút meg tudom magyarázni egyébként, hogy miért van, mi miért, és ez nagyon jó. Olyan dolgok jöttek elő, amikkel, ha nem is ilyen mélységbe, de úgy azért foglalkozott a kis agyam, és szerintem ez nekem nagyon-nagyon sokat fog segíteni a személyiségfejlődésemben a jövőben, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm még egyszer, és fantasztikusan éreztem magam. A családállítás egy zseniális módszer, amely során lehetőséged nyílik arra, hogy ráláss egy konkrét elakadásra vagy konfliktusra, annak indítékára, anélkül, hogy a tényleges családtagjaiddal bármi módon kapcsolatba kellene lépned. Elképesztő, hogy vadidegenekkel, de még játékbabákkal is működnek azok az energiák, érzelmi lenyomatok, amelyek az élő, de akár elhunyt családtagjaink lelkét mozgatják. Ha gyógyítanád a lelked, ez a módszer csodálatos kiindulópont lehet.